most pedig 300 ezer forint körül járunk. Azt gondolom, hogy pozitív dolgok történtek sokaknak a kemény munkája miatt az elmúlt időszakban, az elmúlt években. Ez a kereskedelmi fogyasztásban, a turizmusban, a belföldi turizmusban is meglátszott a nyáron. Ha megkérdezik az ismerőséget, hogy mennyit vásároltak a nyáron a magyarok, akkor azt tapasztalhatják, hogy 5-6%-nyi növekedés is volt. A idei esztendőben jelentősen megindultak a beruházások Magyarországon. 34-40%-kal több beruházás van Magyarországon 2017-ben, mint volt 2016-ban. Ez több dolognak is köszönhető. Nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy ma Magyarországon, akik ipari termelésből és egy tevékenységet folytatnak, egyre több megrendelőt kapnak, érdemes beruházni, érdemes munkahelyeket bővíteni és érdemes kapacitást növelni, ami egy nagyon fontos tétel. A kormány ehhez annyival tud hozzájárulni, hogy támogatásokat biztosít hazai és az Európai Unióból visszakapott forrásokkal. Ezeket az adatokat részletesen átnéztük, és a kormány nyilván készül a következő negyedévre, és áttekintettük a 2018-as várakozásokat is, a jövő következő költségvetési év teljesíthetőségét és teljesülését, illetve iskola kezdésről is szó esett, ahogy említettem. Balogh miniszter úr beszámolt az iskola kezdésről. 1,5 millió gyerek kezdi meg az iskolát, az általános iskolában és a középiskolákban, és 350 ezer óvodás megy augusztus végén, illetve szeptember elején óvodában. Holnap miniszterelnök úr Pécsi látogat és a Pécsi Tudományi Egyetemen mond beszédet az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából, és ez egy 250 ezer egyetemi hallgató számára is jelenti az egyetemi év megkezdését. Kirobbant itt egy izgalmas vita arról, hogy mennyibe kerül a tanévnek a megkezdése egy család számára, egy szülőpár számára. Jól mutatja, hogy az állami vagyon jól van kezelve, hogy egy állami bank egy komoly kampányt indított, gondolom hitelezést is hozzá az iskola kezdés megítélését, illetve tegnap ezt is napirendre tűztük, hogy vajon az állami tulajdonban lévő pénzintézetek látják jól a családok pénzügyi helyzetét, vagy a központi statisztikai hivatal. A KSH adatait átnézve mi azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt években jelentős támogatásokat kaptak azok a családok, akik gyermekkorú gyerekkel rendelkeznek, olyan gyerekek élnek a családban, akik az általános iskolába vagy óvodába járnak, erről majd néhány számot szeretnék itt bemutatni az önök számára. A kormánynak az volt a terve, hogy jelentősen csökkentse a családok anyagi terhét a tanévkezdéssel kapcsolatban. Itt a legfontosabb lépés 2017. szeptemberében, hogy most 9 évfolyam kap ingyenesen tankönyvet. Ez azt jelenti, hogy minden magyar általános iskolás ingyenesen kap tankönyvet, és az első évfolyam a gimnáziumban. Ez egy óriási előrelépés 2010-hez vagy a szocialisták kormányzásához képest, hiszen ez több mint 1 millió gyereket jelent, tehát több mint 1 millió gyerek a Magyarországon ingyenesen jut tankönyvhöz. Korábbi években ez néhány százezer számból csupán. Tehát számokban mérhető és eredményekben látható az az oktatás politikai törekvés, hogy a gyerekek számára az ingyenes tankönyvet és folyamatosan az ingyenes étkezés lehetőségét tudjuk biztosítani. Minden gyereknek szeretnénk segíteni, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy boldogulni képes legyen tehetséget szorgalma ambíciója szerint. Ennek érdekében úgy gondoljuk, hogy az iskolában felelősségvállalást is kell tennünk, és a felelősségvállalás jegyében támogatjuk ezeknek a gyerekeknek a beiskolázását ingyenes tankönyvvel, ingyenes étkezéssel. Egy nagyon beszédes szám, hogy az utolsó szocialisták által készített költségvetéshez képest 555 milliárd forinttal költünk többet oktatásra 2018-ban, és azt is szeretném elmondani, hogy most a pedagógusok bére az 3,5%-kal emelkedik. Átlagban azt tudjuk mondani, hogy 2013 óta 50%-kal emelkedtek a pedagógus fizetések. Van, akinek valamivel kicsit jobban, van, akinek valamivel kicsit kevesebben emelkedtek a fizetések, a következő évtől pedig a differenciálás az jóval jelentősebb lesz. A magyar kormány a pedagógusok béremelésére 350 milliárd forintot fordított eddig az adófizetők pénzéből, ami példátlan az elmúlt időszakokhoz képest.
Azt is fontos hangsúlyozni, hogy tisztában vagyunk az iskola rendszer állapotával, az infrastruktúrás állapotával. Én magam tegnap kezdtem egy 800 fős kelet-magyarországi faluban adtam át új oldalát és új iskolát. Egyiket az önkormányzat, másikat az adófizetők építették. Egyiket a GESZ-iek pénzéből, másikat az adófizetők pénzéből valósítottuk meg. És világosan látszik az, hogy jó néhány olyan iskola van Magyarországon, amely felújítást érdemel. Valami miniszter ezért jelentette be azt a 80 milliárdos iskola felújítási programot, amely 400 településen, tehát egy 530 oktatási intézménynek a felújítását, néhány helyen, több tucatnyi helyen pedig új oktatási intézményeknek a létesítését fogja jelenteni. Ez akkora volumenű felújítás, hogy az 1 millió általános iskolában járó gyerekhez képest, vagy csak a 700 általános iskolában járó, és körülbelül félmillió szakiskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban járó gyerekhez képest, ez 200 ezer gyereket jelent. 200 ezer gyerek számára próbáljuk a következő években a oktatási körülményeket az infrastruktúra tekintetében is érdemben befolyásolni és jelentős mértékben javítani. Az előbb beszéltem az ingyenes étkezéssel. 2017-ben azt tudjuk mondani, hogy több mint a fele a gyerekeknek ingyenesen étkezik a magyar oktatási rendszerben. Ez jelenti az oldalt, jelenti az általános iskolát is. Ez 2010-ben pont fordítva volt, több mint a felének 900%-os térítési díjat fizetni. Tehát megváltozott a trend, ma jóval többen vannak, akik ingyen étkeznek, mint a korábbi időszakban, ahhoz képest, hogy mennyi embernek kellett fizetni. És most itt nem sorolom fel a költségvetésből kiolvasok, hogy mennyivel költöttünk többet az elmúlt időszakban, elég sok értelmezésre. A nyár zárásaképpen és az iskola kezdés okán azt is szóba hozom, hogy a kormány megszervezte a gyermekek nyári táborosztatását, ami egy kormányzati kiemelt program volt 2012 óta. 2012 és 2016 között 400 ezer gyermek számára biztosítottunk kedvezményes táborozási lehetőséget. Ennek jó részét az első időszakban és az idei esztendőben is a Balatonnál bonyolítottuk, Zárkán és Konyolban, és kisebbik részében pedig az idén először, mint egy 50 helyen a településeken szerveztünk nyári táborokat. A Zárka és Konyol összesen éves szinten 25-30 ezer gyereknek a nyaralkotását és üdültetését tudta lebonyolítani, ezek között már jó néhány határon túli gyerek is volt. A kormány Balogh miniszter úr beszámolója alapján áttekintette a beiskolázással kapcsolatos helyzetet, és azt tudjuk mondani, hogy fölkészültünk az iskola kezdésre. Azt is elmondom, hogy folyamatban van az oktatási kerekasztalnak az újjászervezése, hiszen a következő negyed év egyik fontos oktatás politikai feladata a nemzeti alaptantervvel kapcsolatos szakmapolitikai egyeztetés. Ezek az egyeztetések is folynak majd ősszel annak érdekében, hogy az új NAP 2018-19-es tanévben bevezethető és megkezdhető legyen. Azt gondolom, hogy az adófizetők teljesítés képességéhez mérve jelentős költségeket fordítottunk és komoly anyagi áldozatot hoztunk a magyar oktatás támogatása érdekében. A gazdasági eredmények, a bevándorlás, az iskolakezdés mellett számogattunk a kormánynak arról is, hogy milyen kabinet döntések születtek. Itt röviden szeretném azt elmondani, hogy a 6 kabinet ülésen 140 előterjesztést tárgyaltunk meg augusztus hónapban, tehát a kabinet tagsággal rendelkező kormánytagok, és minden kormánytag valamilyen kabinetbe van integrálva, ezért lényegében az összes kormánytag augusztusban dolgozott, és a kabinetek munkájában intenzíven részt vett. Néhány dolgot szeretnék csak ebből a 140-ből kiemelni, mielőtt még megnyernének önök és a kormányinfót hallgatók is. Tehát nem fogom mind a 140 előterjesztést részletesen ismertetni, de van néhány dolog, ami elmaradva számolt, és most megpróbálom pontot tenni a végére. Ilyen például a kultúrással kapcsolatos nagy vita, amely Magyarországon egy éve tart már, hogy vajon hogyan lehet kutat fúrni például Bácsanyében, illetve a Homokháton, ezt a kormány hogyan könnyíti vagy nehezíti meg. Most sikerült a zöld szervezetekkel, a környezetvédőkkel, az agrárkamarával, a különböző társadalmi és tudományos egyesületekkel dűlőre jutni annak érdekében, hogy először is fölmerjük,
hogy Magyarország vízkészlete mit tesz lehetővé. Mindenkinek számára a vízkészlet védelme és a víz megóvása a legfontosabb társadalmi feladat és felelősség. Ezért semmiféleképpen nem akart a kormány ilyen döntést a parlamentnek javasolni, ami ezt veszélyeztetné. Úgy áll a helyzet, hogy Magyarországon 3200 település van, közel 3200 településről beszélhetünk. Minden település fölment a belügyminisztérium és a vízügyi főigazgatóság. Minden településen meg tudjuk mondani azt, hogy milyen kutat lehet fúrni, mire lehet engedélyt adni. Azt fogjuk kérni a magyar önkormányzatoktól, hogy rendeletben állapítsák ezt meg a vízügyi főigazgatóságokkal, mint szakértő hatóságokkal közelműködve, hogy minden magyar választópolgártársunk és minden magyar lakcímmel rendelkező honfitársunk számára világos legyen, hogy a településén hogyan tud kutat fúrni. Ez azt jelenti, hogy a karsztvizes területeket leszámítva Magyarország területének 88%-án 80 méter mélységig kockázat nélkül lehet kutat fúrni. Ez a kutak döntő részét jelenti, ezért a kormány azt javasolja a parlamentnek, hogy egy ilyen törvényt hozzon, hogy az ország 88%-án, tehát településre lebontva ott, ahol nincs tiltás, vagy nincs kiemelt vízvédelmi feladat és felelősség, ott engedélyezze, hogy 80 méter mélységig ingyenesen kutat lehessen fúrni. Ehhez engedélyre nem lesz szükség. 2028-ig az Európai Unió elvárja, hogy egy regisztrált állítsuk össze a megfúrt kutakról, tehát majd 2028-ig ezt regisztrálnunk kell, meg kell jelenteni, de 2028-ig nincs erre szükség, tehát most azt javasoljuk, hogy 80 méter mélységig ingyenesen lehet, engedély nélkül lehessen kutat fúrni, és utána a következő évtizedben jöjjön létre az a regiszter, amely összesíti, hogy Magyarországon hány kút létezik. Ez egy 6 kormányülésen megtárgyalt és fél év belső vitát átélt kormányanyag, amihez több parlamenti képviselőtársunk is érdemben hozzászól, és folyik azon kiadott engedélyek és beszedett díjaknak a visszafizetése, amelyek és visszaállítása, amelyek az elmúlt időszakban kifizetésre kerültek. Sikerült arról is döntenünk, hogy 152 önkormányzati, kis önkormányzati fejlesztéshez járulunk hozzá. Hosszú évek után most tudott a belügyminisztérium először egy fejlesztési előirányzati fejezetet létesíteni a saját költségvetésén belül. Arról döntöttünk, hogy a megyeúvárosok kivételével kis települések számára útfejlesztéseket, járdaépítéseket, fogodafejlesztéseket, vagy éppenséggel közterületi játszótér fejlesztéseket fogunk jóvá tenni. Egy nagy volumenű mentőautóbeszerzést kaptak jóvá a kabinetnek. Magyarországon mentőautóbeszerzésére fog sor kerülni folyamatosan a következő években. Éves szinten 100 mentőautóbeszerzésére van ahhoz szükség, hogy a járműpark folyamatosan megújulhasson. Egy legalább 5 milliárd forintba kerülő folyamatos mentő vásárlási programot indítunk. Döntött a kormány arról is, hogy az Európai Unió más tagállamaihoz hasonlóan a gyógyszeripar számára lehetőséget biztosít, hogy a kórházakban különböző tesztek gyógyszerkipróbálási munka folyjon. Úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság, a magyar gyógyszergyártók és a magyar gyógyszeripar számára is egy lehetőség, hogyha az Európai Unióban ez infa van, akkor ezt biztosítani szeretnénk törvényi és jogszabályi eszközökkel is. Ez azt jelenti ma Magyarországon, hogy a magyarországi K+F kiadásoknak az 50%-a a gyógyszeriparhoz kötődik, tehát kutatásfejlesztés Magyarországon vagy az autóiparban, vagy a gyógyszeriparban van döntő rész. Ezért az az érdekünk, hogy az interén kísérletek, gyógyszerfejlesztések Magyarországon kerüljenek kipróbálásra. Ennek nagyon szigorú feltételei vannak, amit most nem fogok részletezni. A kormány most lehetőséget fog biztosítani. Elsőjén és elsősorban természetesen azoknak, akik Magyarországon gyógyszerfejlesztéssel, vagy innovációs kapacitással rendelkeznek, hogy ezt a lépést megtegye. A kormány megtárgyalt egy beszámolót arról, hogy a Budapest egészségügyi átalakítását szolgáló Egészséges Budapest programnak a járóbeteg része hogyan áll. Részletes tájékoztatást fognak majd kapni a következő időszakban arról, hogy az Egészséges Budapest program érdekében milyen lépéseket kíván tenni a kormányzat, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a budapesti egészségügyi ellátó szervezetekkel, kórházakkal, önkormányzatokkal, kerületekkel együtt. Én a szakmai programot megalapozottnak látom, és a kabinet egyelőre azt a döntést hozta, hogy a súlyponti kórházak kijelölése és fejlesztése mellett Budapesten elengedhetetlenül szükséges a szakmán belül és a járatok ellátás fejlesztése is.
ebben készek vagyunk a települési önkormányzatokkal tárgyalni és a kerületekkel összefogni. Legalább 100 Európai Uniós fejlesztési projektet is jóváhagyott a kormány, és a következő ülésén meg fogja tárgyalni az Európai Uniós források kifizetésével kapcsolatos helyzetet is, kötelezettségvállalások kifizetések ügye, de önök is megértek az elmúlt napokban, hogy jelentősen meglendült az Európai Uniós források kifizetése, ami nyilvánvalóan a gazdaság teljesítményével is összefüggésben van. 622 millió forintot biztosítottunk az Emberi Erőforrás Minisztériumnak, annak érdekében, hogy támogassa a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet Irakban egy 500 milliós segélyprogrammal, Palesztinában és Jordániában a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot még Aleppo keleti felében is a misszióban jelentős 5-10 millió forintos támogatásban fogjuk részesíteni. A kormány döntött arról is, hogy a szerb országos önkormányzat részére küldendő Szerbiából érkező tankönyvnek Magyarországra jutását jelentős mértékben megkívánja könnyíteni, ami az adók, vámok és egyéb díjak mentesítését illeti. A kormány döntött arról, hogy a mezőnegyesi méresbirtok állami tulajdonban lévő mintagazdaság és méresbirtok fejlesztése érdekében egy új öntözőrendszer kiépítését tervezi Apátfalva és Mezőnegyes térségében 27 ezer hektáron. Ennek a tervezését során kívül azonnal megindítja. A település képvédelmi törvény tekintetében a település képvédelmi rendelet megalkotására a törvény egy október 31-es határidőt szabott. A települési önkormányzatok érdekképviselési szerveivel való megegyezés után arra jutottunk, tárgyalások után arra jutottunk, hogy december 31-ig ezt a határidőt javasoljuk meghosszabbítani. Tehát minden önkormányzat dolgozhat nyugodtan a település képi kézikönyvéről. Ugye ez azt jelenti, hogy most a település önkormányzatok egy óriási lehetőséghez jutottak, hogy azt meghatározzák, hogy egy-egy faluban, egy-egy városban mit lehet és mit nem lehet építeni, és amit lehet, az hogyan lehet építeni. Mi hova épülhet, mi hova nem épülhet. Ennek majd különleges jelentősége lesz a turisztikai területeken, a műemléki környezetben, a faluban, városban, vagy éppen a Balaton partján. Ezek a település képi kézikönyvek hosszú évtizedekre fogják eldönteni egy-egy közösség sorsát. Erről most zajlanak társadalmi viták, helyi egyeztetések. Örömmel látom, hogy sok önkormányzat esetében komoly egyeztetés zajlik, és nyilvánvaló, hogy évekre vagy évtizedekre meghatározó döntések születnek majd. Eldönti ez a rendelet, ez a helyi önkormányzati rendelet, hogy mit lehet építeni, hogyan lehet építeni, hogyan kell annak kinéznie. Foglalkoztunk a népegészségügyi kérdésekkel is. Több egészségügyi tárgykörű törvény módosítását jóváhagyta a kormány, amely a rezidens támogatási programnak a meghosszabbításával, a védőnői pótlék kifizetésének a meghosszabbításával kapcsolatos. 4 orvosi egyetem többlet támogatására is döntöttünk. Emellett a kabinet döntött arról is, hogy Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen támogatja, hogy a szeúzó kincs kiállításra kerüljön. A kiállítások megszervezéséhez 300 millió forint többlet forrást biztosítunk. Tehát Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyházán, Székesfehérvár és Zalaegerszeg a vidéki helyszínek. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása építés alatt áll, mint ez sokak számára ismert a Budapesten, ami millenárisan, elég millenárisan épül az új táncszínház. Ennek a forrás kérdéseit is teljes egészében rendbe tettünk. A